Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Tegnapi adásunkban Gőgös Zoltán volt az egyik vendégem, és hogyha emlékeznek, azt mesélt el a szocialista politikus, hogy a általuk megbízott delegált kollégájuk vette észre a Nemzeti Választási Irodánál, hogy ahogy ellenőrzik az íveket, az aláírásgyűjtő íveket, amelyek a népszavazás kiírásához kellenek, bocsánat, közben van tangom, nos, hogy valamilyen innom is kell, nem fog visszajönni. Szóval, hogy valamilyen belső utasítás alapján dolgoztak. Azt kérték az MV-től, hogy ez hozza nyilvánosságra. Amit nyilvánosságra hoztak, az viszont nem az, amit láttak. Vendégem az MV elnök helyettese, Gáva Krisztián. Jó estét kívánok. Elnézést a hangom, hogy ez a légkondi hatása. De megpróbálok majd azért valamilyen hang képzéssel kérdezni. Szóval, amit tegnap nyilvánosságra hoztak, mint valami belső útmutató utasítás, az azt mondják a szocialisták, hogy nem az, amit ők láttak. Most akkor kettő van, vagy még egyet nyilvánosságra hoztak, vagy mi ez a félreértés, ha az? Most itt van előttem az a közérdekű adatigénylés, amelyet a Gőgös Zoltán, illetve hát az ő megbízottja benyújtott hozzánk. Abban azt szerepel, hogy az adatok ellenőrzését végző munkatársak mellett egy ellenőrzési útmutatót láttam, az aláírásgyűjtő ív másolatán a minta szó szerepelt, ehhez egy ellenőrzési szempontokat tartalmazó leírat volt csatolva. Igen. Ez. Tehát ezen látszik is, hogy itt rajta van a minta. De hogy nem. És itt van benne, itt van a dokumentum. Tegnap ezt hozták nyilvánosságra. És ezt is. Azt ma hozták nyilvánosságra. Ezt szerintem mind a kettőt a tegnapi nap folyamán föltettük a honlapra. Kettő darab dokumentum volt a honlapon. Valóban az is. Azt nem kérték, azt csak oda tettük mellé, hogy egyébként az a program alkalmazásához kapcsolatos támogatást nyújtotta a munkatársainknak, és ez pedig egy leírás, ami hát nem a érvényesség, érvénytelenség tekintetében tartalmaz igazából szempontokat, hanem egyrészt tartalmaz azt, hogy az ellenőrzők azok mi az, amikor maguk el tudják dönteni, hogy érvényes egy aláírás, vagy nem érvényes, és mikor kell az ott jelenlévő felügyelőkhöz fordulniuk, és velük együtt eldönteni, hogy érvényes az aláírás. Ezt tegnap miért nem hozták nyilvánosságra? Ezt fönt van a honlapon. Ezt is tegnap hozták nyilvánosságra? Igen. Akkor kanyarodjunk oda-vissza, hogy a szocialisták azt mondják, hogy az a dokumentum, amelyet az MV nyilvánosságra hozott, az nem az, amit ott látott az ő általuk megbízott ügyvédnő. Most nem tudom, hogy miről beszélünk, mert ön azt mondja, hogy csak ez volt fönt, vagy csak ezt látták. Én nem tudom, hogy ők mit láttak. Mi ezt legalábbis én megnéztem, és ezt megnyitottam, és ez a két dokumentum volt rajta. Ez és ez. Hát a tegnapi... Ez valóban nem az, amit kértek, mondom, ezt csak oda tettük, hogy egyébként ez is bónuszként. Önök tegnapi napon ezt a három dokumentumot töltötték fel a honlapjukra? Kettő. Hát ugye ez az, amit kért. Hát a minta, amit nem kértek, meg az a leírás. De ez így egybe volt, tehát ő ezt kérte, és akkor mi ezt tettük fel. Jó. Azt mondják Tehát ez a kettő volt fönn rajta. De ugye... azt mondják a szocialisták, hogy az a dokumentum, hogy most kettő vagy három, amit önök időközben nyilvánosságra hoztak, nem egyezik azzal a belső utasítással, amelyet a szakértő az ellenőrzések helyszínén látott. Mi azt tudjuk kiadni, amit ők kifejezetten kértek, az általam elő felolvasott leírásnak ez a dokumentum felel meg. Csak ez van ott, mikor ellenőrzik az íveket? Ezt hoztuk nyilvánosságra. De csak ezek vannak ott az ellenőrök kezében? Az ellenőrök kezében igen. Tehát akik maguk ülnek a számítógép előtt és ellenőrzik az aláírásokat, ott nekik ez lett kiadva. Egyébként ez egy tananyagnak vagy oktatási anyagnak is felfogható, ezt elmondtuk nekik szóban, és utána ezt így megkapták írásban is, hogy ezek alapján járjanak el, de azért ők jellemzően már korábban is dolgoztak velünk, tehát viszonylag gyakorlottak, elég hamar felfogták, hogy mit és hogyan kell csinálni, úgyhogy különösebben ezt nem is alkalmazzák. Jó, tehát az ellenőrök csak ezt kapták, dolgoznak. És akik mondjuk az ő munkájukat felügyelik, hát nekik van más is? Erre tudok gondolni, de hogyha ők ezt kérték, akkor ezt adtuk ki. Jó, de mi van még? Amire gondolok, de ezt nekik kell megmondani, hogy mit szeretnének látni, hogy akik felügyelik a munkájukat, ők is dolgoznak egy anyaggal. A szóval ugyanez, egy picit van kiegészítve, de nagy leleplezésről ne gondoljon,
mert van egy olyan része ennek a dokumentumnak, hogy az aláírások vizsgálata, és van egy olyan pontja, hogy nem érvénytelen az aláírás. Ez ebben azon, hogy a fekete tollalit töltötték ki, a fekete tollalit aláválasztó polgár, egy simai helyett Y van benne, CZ helyett C igen, van igen, benne. Ezt látjuk. Ez benne van. És akkor mi van az ellenőröknél? És itt ez a pont még ki van egészítve néhány egyéb esettel, amikor szintén el kell fogadni, bár nincs teljes egyezés a névjegyzék szerinti névvel vagy adattal, de mégis el kell fogadni, mert mondjuk lehagyta róla az ékezetet a magánhangzóról. És ez miért nem tartozik az ellenőrzőkre? Hát pont azok, akik effektív a munkát végzik, hogy van ékezet, aláíráson meg nincs ékezet, vagy pont fordítva. Ezt előtte szóban ezt tisztáztuk, utána csak az ellenőrök, hogy egyformán ítéljék meg a dolgot, nekik adtuk így a kezükbe, hogy ezek még ha felmerülnek, ezt elmondtuk, de tudjátok, hogy ha ezek felmerülnek, akkor ez alapján működik a akkor történet. A munkát végzők és a munkát ellenőrzők. Is tudják, tehát ezt ők is tudják, a munkát végzők is tudják ezeket a... Értem, de az ellenőrzők és a munkát végzők uh-huh. között szétosztott dokumentumokat, ha összehasonlítjuk, uh-huh. összességében csak ennyi a különbség, hogy az egyik pont ki van így egészítve van. Meg azzal, van. Hogy mikor pontosan. Lehet még elfogadni. Így van, pontosan. Semmi más különbség semmi nincs más. Benne? Semmi más nincsen. De hogyha ezt kérik, akkor ezt a dokumentumot tudjuk adni nekik. Hát csak oda. Csak eddig nem kérték. Tehát most, hogyha tényleg erre gondolnak, mert nem tudhatjuk, hogy erre gondolnak. Mi van még a felügyelőknél? Mi van még? Más nincs tudomásom szerint. Más nincs. Más nincs. Tudomása szerint, vagy biztos? Nem, biztosan. Biztosan. Mármint, ami az ellenőrzésre vonatkozik, hogy egyébként milyen újságot visznek be magukkal, az más kérdés. De ez senkit nem érdekel. Tehát tudomásom szerint, vagy egészen biztos benne egészen kettő között biztos, különbsége? Egészen biztos. Egészen biztos. Tehát a felügyelőknél nincs más dokumentum. Nincs más iránymutatás. Nincs más. De mondom, jellemzően ezt már ők tudják, tehát nem használják a gyakorlatban, mert már fejben van minden. Hát akkor az ellenőröknek meg, vagy a felügyelőknek meg még inkább kell tudniuk, igen, ez akkor legyen. Volt fontos, amikor elkezdődött az ellenőrzés, hogy a kezdeti szakaszban már akkor mindenki egységesen értelmezze. És ez az aláírásgyűjtő évek vizsgálata, tehát ez a aláírásokat uh-huh. hogyan kell, milyen szempontok alapján, a minta, ezek az ábrák, ezek miért voltak titkosak? Nem voltak titkosak. Hát akkor miért csak nem hoztuk nyilvánosságra őket. Ez egy jelentős különbség. Ez egy jelentős tudtam, különbség, csak hogy nem sejtettem. Ez egy jelentős különbség, hogy ezt nem titkosítottuk. Ugye ez egy belső, mi fogalmaztuk, hogy a döntés előkészítő dokumentum. A döntés az a mi értelmezésünkben akkor születik meg, amikor a Nemzeti Választási Iroda befejezi a megszámolását az aláírásoknak. Ennek a folyamatában készülhetnek dokumentumok, ami ez is nem arra vonatkozik, jó, hogy miért mi az nem adták érvényes, oda? Tehát amikor a szocialisták azért, mert megbizottja olyan... kérte, amit az előbb felolvasott, nem adták neki oda. Így van, így van. Ilyenkor eldöntheti a közfeladatot látó szervnek a vezetője az, hogy ezt a dokumentumot, a döntés előkészítő dokumentumot kiadja, vagy nem adja és ki. És miért nem adták oda? Azzal számoltunk, hogy ez egy előzetes tudást feltételez. Ahhoz, hogy ezt értelmezni lehessen, a ellenőrző szoftvernek a működését ismerni kell, legalábbis látni kell azt a felületet, hogy hogyan működik. Különben belemagyarázásra, félreértelmezésre adhat lehetőséget, hogyha ezt egyébként szóban jelen voltak a megfigyelők, láthatták, megbeszélhettük, kérdeztek, válaszoltuk. Okay. Milyen indokkal tehát nem mindezt, adták oda? Azért, hogy utána ne lehessen ebből a dokumentumból olyat belemagyarázni mondjuk egy laikus számára, ami adott esetben félrevezetheti a közvéleményt is, vagy a polgárokat is. A közvéleményt, a polgárokat, vagy esetleg azokat, akik a munkát végzik, tehát magukat, az ellenőröket? Őket nem hiszem. Tehát nem az volt az indok, hogy befolyásolhatja az ellenőrök munkáját? Nem. Biztos, hogy nem. A szó szerint az indoka az volt akkor, hogy mind a ketten tisztállásunk. Ezen időpontig a Nemzeti Választási Iroda a jogszabályi keretek között alakíthatja, illetve módosíthatja a gyakorlatát, tehát az ellenőrzés során. Erre tekintettel az ön által kért, ez a szocialista megbízott által kért dokumentumot, a Nemzeti Választási Irodának az aláírás ellenőrzés végeredményének megállapítása érdekében használt munkadokumentumnak kell tekinteni, amelynek nyilvánosságra hozatala veszélyeztethet az ellenőrzés, mint törvényben előírt feladat befolyásolástól mentes elvégzését.
Tehát akkor mégis az ellenőröket befolyja, hogy hát veszélyezteti. Az ellenőrzők azért nyilvánvalóan, hogy mi felügyelőink, illetve a mi iránymutatásaink alapján járnak el. Tehát igazából mi kerülhetünk volna adott esetben a helyzetbe, maga a Nemzeti Választási Iroda, amely nem felel meg a valóságnak. Egy olyan állítások keresztüzébe kerülhettünk volna. A adat a jövőbeni döntés megalapozását is szolgálja, akkor ez elutasítható, mert az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetni, ez már ugye az infotörvényből idézett. Tehát, hogy egyértelműen azzal utasították el első körben, hogy ez veszélyezteti az ellenőrzést. És tehát így is gondolták, hogy magát, tehát nyilván, ha leírták, tehát ahhoz, hogyha ezek nyilvánosságra kerülnek, akkor maga az ellenőrzés a munkának a teljesen szakszerű, törvényeket betartó rendje, menete kerülhet veszélyben, nem? Tehát, hogy ezért utasították el. A Nemzeti Választási Irodával kapcsolatosan ebből lehetett volna olyan következtetéseket vonni, vagy olyan valótlan állításokat lehetett volna eltekintettel megfogalmazni, ami a Nemzeti Választási Irodának a függetlenségét veszélyeztette volna. Veszélyezteti az ellenőrzés, mint a törvényben előírt feladat befolyásolástól mentes elvégzését. Ez egyébként egy abszolút nyomós érv, tehát az önök fethetetlen működését semmi nem veszélyeztesse. Tehát, hogy ez abszolút elfogadható, hogyha úgy érzik, hogy valami veszélyeztető, mondják meg. Na, de egy nappal később meg már nem veszélyeztette. Hát közben történtek dolgok, és nem egy nappal később volt, azt hiszem, most nem akarok ebbe belemenni. Hát a sajtóban megjelentek olyan találgatások, illetve minősítések, amelynek kapcsán értékelve a helyzetet, ez a kockázat, amitől az előbb beszéltem, az csekély volt ahhoz képest, mint ami utána keletkeztek ezekkel egy nem ismert dokumentum vélt tartalmának a találgatásával. Egy kockázatelemzést végeztek közben. Így van, és ezzel kapcsolatosan az irodának, az iroda tevékenységének, a függetlenségének a veszélyeztetésével. Úgyhogy erre tekintettel hoztuk nyilvánosságra, hogy azt nem kell megijedni, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel. Nincs itt semmi különösebb látnivaló. És arra tekintettel, hogy már a végéhez közeledünk ugye az aláírások ellenőrzésének, tehát azt gondolom, hogy csökkent a veszélye annak, hogy befolyásolhatóvá válik az iroda ebben a szituációban. Sajnos, hogy tovább figyelve a helyzetet, nem feltétlenül talált teljes egészében kedvező fogadtatásra, hiszen ő is mondta, hogy egyéb dokumentumot vártak volna. Július 22-én írt a Pál Filon azt, amiből én felolvastam, hogy veszélyeztetheti az ellenőrzést és a feladat befolyásolástól mentes elvégzését, ami a törvényben ugye leírt és kötelességük. 22-én még óriási volt a veszély, aztán 26-án ez a veszély már elenyészett ahhoz képest, hogy mekkora a közérdeklődés. Nem a közérdeklődés, hanem az, hogy azt mondták, hogy titkos utasítás. Önök értem, hogy nagy közérdeklődésre való tekintettel. Az rendben van, ez stimmel, de hát ugye emögött nyilván az húzódik meg, hogy ez a közérdeklődés mellett, tehát az irodát legalábbis negatív színben feltüntetni sejtető nyilatkozatok jelentek meg. Ne haragudjon, de tényleg tiszta szerencs, hogy nem önöknél van az atomrakéta indító kódja. Tehát, hogyha nagy a közérdeklődés, akkor azt is nyilvánosságra hozzák? Ez egy lehetőség volt. Az nem. Azért ne hasonlítsuk össze ezt a szituációt azzal. Ez egy lehetőség volt, és kisebb kockázatot láttunk abban, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk, tekintettel, hogy tényleg már a vége felé tartunk az aláírás ellenőrzésnek, minthogy egyébként napokon keresztül, vagy heteken keresztül az kerüljön a közvélemény elé, hogy titkolják, hogy mi alapján ellenőrzik az aláírásokat. Biztos azért, mert mindent érvénytelenné akarják nyilvánítani, biztos azért, mert valamilyen felsőbb utasítás vagy más utasításra tesznek és cselekszenek bármit is. Van felsőbb utasítás? Önöket megpróbálta bárki befolyásolni, hogy minél több érvénytelen aláírás legyen a szocialisták kértőjében? Nem. Egyébként az érvénytelenségi okokat azt maga
az alkalmazó, általunk alkalmazott szoftver is tartalmaz, amit a megfigyelők azok láthattak, hogy milyen felületen rögzítjük az aláírásokat, és rendszeresen tájékoztatjuk őket a munkamenetén túl, hogyha ott vannak a megfigyelők, akik személyesen is követhetik a munkamenet is kérdéseket tehetnek föl. Rendszeresen statisztikát bocsátunk a szervezők rendelkezésére, amelyen egyébként szerepel, hogy milyen érvénytelenségi okok vannak. Azt is írták az első, amikor még veszélyes volt ezt nyilvánosságra hozni, hogy ez egy tehát még változhat ez a belső iránymutatás. Igen. És minek függvényében változik? Az aláírás, hogy most van ékezet, nincs ékezet, az nem minden esetben, nem, minden nem, az... aláírás gyűjtő ív, minden aláírás egy népszavazási kérdéshez gyűjtött aláírások esetében nem ugyanezt használják? Nem, az biztos, hogy nem változhat, eldöntöttük az elején, hogy mit fogadunk mi el, és mit nem. Ebből? De ebben más elemek is vannak, ugye az, hogy mikor minősít az ellenőrző egyedül, mikor kell oda hívni a felügyelőt. Ezt adott esetben, hogyha jól megy a dolog, valamelyiket mi kihúzhatjuk belőle, és átírhatjuk, hogy nem kell oda hívni a felügyelőt. Ilyen. Például ez van benne. Azt mondja meg nekem, hogy biztos vannak már friss adatok így 22-e óta. Hogy állnak most a szocialisták? Ugye az egész dolog úgy merült fel, hogy túl sok a hibás aláírás az éveken, vagy az adatok hibásak, és hát hogyha így megy tovább az önök számolása, akkor bizony nem lesz meg az érvényes 200 000 aláírás. Igen. És ugye volt egy összehasonlítás is, hogy a Kéz Zoltánnal ugye együtt gyűjtöttek, és hogy ott kevesebb volt, vagy jobb volt a találati arány, mondjuk így. Most a legfrissebb adatokat összevetve, tehát ez ma nagyjából fél ötös állapot szerint az eltérés a többes aláírásoknál mutatkozik. Tehát nagyjából a többiek esetében, tehát az érvényettelen aláírások száma, nem elfogadható aláírások száma, vagy az érvénytelen íveknek a száma, azok nagyjából egyformák, tehát 1%-on belüli a különbség a Kéz Zoltánihoz képest. A többes aláírások számánál, ott ugye a Kéz Zoltánnál ez az összes aláírások számához képest ez 3,7% volt. Ne felejtjük, hogy ott csak 100 000-ig számoltuk a szavazatokat, tehát nem 200 000-ig. A többes aláírások pedig minél inkább megyünk tovább, annál többszöröződnek. Tehát ott 4601 többes aláírás volt, itt pedig 16 978, tehát majdnem 8% az érvénytelen aláírások közül, ami többes. Délután fél ötös friss adatok alapján hány évet vizsgáltak eddig, és hány érvényeset, érvénytelen találtak? A feldolgozottság az 95,73%. Érvényes aláírás 173.341. Az 173.341-es. Igen. Az érvénytelen aláírások száma pedig 42.859. Akkor ez a hajó elfutott, hogy képzavarral élve? Hát... Tehát akkor itt most kijelenthetjük, hogy nincs meg a szocialisták által kezdeményezett népszavazáshoz a 200 000 érvényes aláírás. Természetesen azért ezt ne jelentjük ki. Hát most mondta 173 és 42 ez nem jön ki már. Igen, azért nagy pecsétet még nem tenni rá. Én bízom abban, hogy ezek teljesen helytállóak, de az összes érvénytelen ív kapcsán, a többes aláírások kapcsán azt még egyszer le fogjuk ellenőrizni manuálisan, csak az irodának a dolgozói, hogy teljesen biztos legyen, hogy nem történt esetleg valahol valami tévedés. Igen. Akkor készül el az irodának a jelentése az eredményről, akkor mondhatjuk ki azt, hogy az iroda részéről lezártnak tekinti az aláírások megszámolását, és hogy ennyi az eredmény. Az, hogy 95%-os a feldolgozottság, az számszerűen mit jelent? Hány ív van még hátra, mi vizsgáljuk kell? 1192. 1192, és egy íven... 9 aláírás van. 9 aláírás van, ez szor 9. Akkor se jön ki. Az igaz, hogy olyan aláírási íveket is elég sokat elutasítottak, ahol az aláírás gyűjtő aktivista nem volt választókorú. Nagyon jó, hogy ezt mondja, mert ilyen nem volt. Ugyanis ez nem feltétel, hogy az aláírás gyűjtő választópolgár legyen, ez nincs benne a törvényben. Nem is ez a feltétel, ugye az aláírás gyűjtő éven neki föl kell tüntetni a nevét, a személyi azonosítóját,
illetőleg a magyar állampolgárságát igazoló okiratának a számát, ez lehet állampolgársági bizonyítvány, útlevél, vagy pedig honosítási okirat. Akinek ilyenje van, és alá kell írnia, az mindenki gyűjthet. De történt akkor ilyen? Is, hogyha, akkor is, hogyha nem választópolgár, mert hogyha kiskorú, akkor is, hogyha egyébként mondjuk el van tiltva. Tehát akkor nem a kiskorúság miatt utasítottak el, hanem mi volt? És négyjegyzékben ellenőrizzük, tehát ahol a választójogosultak szerepelnek. Akkor mi volt az indok? Tehát történt olyan, hogy valamelyik aktivistának a munkáját úgy, ahogy volt, azt sajnos el kellett utasítaniuk? Hát nem feltétlenül biztos az összeset, de mondjuk egy-egy ívet, amit rosszul írta be a személyazonosítóját, nem írta alá. Ez egy-két eset volt, vagy tömegével? Hát itt a aláírásgyűjtő polgáradatai nem elfogadhatóak, szóval 492 ilyen ív. Az nagyon sok. Van. Ugye Felenyénél, a Kész Zoltánnál, illetve nem Felenyénél, az egy kicsit több volt, ott 135 volt. Hát ugyanazok volt. Az aktivisták gyűjtötték az aláírásokat. Egyiknél meg ilyen hangból. Ehhez nem tudok mit hozzáfűzni. Mikor ugye lesz? A személyadat és lakcímnyilvántartásból nézzük, hogy van-e ilyen ember. Ugye ilyenkor a kolléga beírja a személyazonosítót, és ő kidob a lakcímnyilvántartás, kidob egy nevet. Ha stimmel, akkor elfogadjuk. Ennyi. Mikor lesz 100%-os a feldolgozottság? Ezen a héten. Ez az első kör, hangsúlyozom, ez ugye az első fázis. Utána még a problémásokra, az érvénytelenekre, a többes aláírásokra még egy ellenőrzést ráfutottunk is azt követően, illetőleg hát ekkor is jelen lehetnek a megfigyelők, tehát hogyha a szervező ő maga, vagy akár a megfigyelőit, megbízottait elküldi, akkor ugyanúgy nyitva áll az ajtó, és nézheti, hogy hogyan csináljuk, illetőleg megjegyzéseket is fűzhet, információt kérhet tőlünk. Szerintem biztos lesz ilyen, és köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szívesen, viszontlátásra.